és hát még földön fekve is ott pattogott. Ugye Safety is kisegítette őt, ott volt rajta. Harmadik és 10. Harmadik és 10. Megkergetik, várj, menekül. Kasarubias mögötte, és ez viszont megvan! Interception! Ami az el... Már nem. Igen. És... és... Interception! Richardson! Az egyardoson ment le. Az egyardoson ment le. Pár évvel ezelőtt ugye Mezeinek volt egy hasonló interceptionje. Oké. A labda a Bolsznál, és nagyon nagyszerű megmozdulás volt ez. Ki kell emelni, hogy gyönyörűen vetődött, repült. De figyelj, hogy ég. Igen, ott kapott egyet Jeffrey is. Persze, a Bolsznál a labda, jó, hát ez, jó, megszerezték. Állítsd már meg ezt a mozdulatot. Nem lehet, nem lehet. Ugyanakkor le tudta volna. Harmadik és 7. Vári Tomi egy újabb passzjátékkal, és... Richardson! Most nem jó nekik. Erősöd Márkot most szépen megvédik. Bakonyvári, micsoda szerelés! David Richardson! Ez megint csak egy olyan játék volt, egyáltalán nem láttuk még azt, hogy Bakonyvári motionből kapott volna egy ilyen mélyebb paszt, egy ilyen középtávoli paszt, teljesen üresen volt, nagyon szép volt az elképzelés, de Richardson pont abban a pillanatban, abban a szekundumban támadta azt a pontot, amit még szabadott, hogy ebből egy nagy játékot hozott ki védelmi oldalról, és ugye nem beszélhetünk zászlóról, mert idejében ért oda. Ez egy tökéletes a másodvonalban, ugye hát a, kvázi a fullback vonalában is ugye labdaérzékel játékosok Benke Vádbel és Cirok Marci állt föl. De Richardson kapja meg a labdát. És el is indul vele. Golita ezúttal nem tud szerelni, megindul Richardson. Már a félpálya közelében Daniel Mark pedig kitessékeli. Nagyjából a 40. Nem ez egyszerű dolga. Na nézzük a második és 10. Vári Tomi kezében. Egy pump. Aztán hosszú. És... a második kísérlet lesz, én azt gondolom. Így van. Két, egy. Csak úgy egymás után nem jöhet. És egy hosszú passzjáték. Borús Kevin volt 84-essel. Kicsit később, hogy milyen fontos ez. Milyen időkérésnél. Na második és 10. Újra oldalra, újra Tóth Nándi volt a célpont, ezúttal is megállítja. Bennek Laci pedig most is biztos pont, ahogy volt a Divízió 1-ben tavaly is. Na nézzük, kéne már egy újabb illegal formation, mert rég volt. Chris Jeffrey. Egy pump fake volt. Most már a Wolves részéről is, tehát, hogy ami akkor először fordult elő velük, hogy nem szereztek pontot egy mérkőzésen, az most ez a szégyen nem esett meg velük. És... Borús volt az, aki megszerezte a labdát. Megvan a first down. Ettől a kedve biztos nem lesz Borús, hogy haladnak tovább.